Parázsvita alakult ki a szeptember 23-án megrendezett bevándorlásügyi összkonferencián a migránsok helyzetének elméleti és gyakorlati kérdéseiben. A Művészetek Házában megrendezett eseményen dr. Nagy Boldizsár, az ELTE Nemzetközi Jogi Tanszékének adjunktusa ismertette a statisztikákon alapuló végrehajtandó feladatokat, melyeket a magyar és uniós jogszabályok előírnak a menekültek és gazdasági bevándorlók kezelésére. Nógrádi Zoltán, a határmenti Mórahalom polgármestere, ezzel szemben elmondta, hogy a gyakorlatban még azt sem tudják az unió hivatalos szervei sem megállapítani, hogy milyen nemzetiségű bevándorlók özönlenek az országba. Nagyon, a szírek arányáról, drága professzor úr. Olyan fekete volt az a hatfős csoport, hogy annál feketébb már nem lehet. Csak a szeme fehérje világot fejlődött. Azt mondta, hogy ő szír állampolgár, ott előttem. Tehát ne tessék meg bedőlni ennek a statisztikának, és erre alapozni tézis. Hát itt mindenki szír, itt mindenki szír, mindenki szír. Hölgyeim és uraim, ez a Bach statisztikája, tehát én a Bachnak vakon hiszek természetesen, majd bevándorlás és állampolgárság hivatal hivatalos statisztikája. Kettő, bármely menekült meghallgató és bármely rendőr, aki az illegális migránsokat feltartóztatja, 2 perc alatt eldönti, hogy valaki szíre vagy nem szíre. Nagyon nagy tudásuk van. Afgán tolmáccsal beszéltem, aki azt mondta, hogy 800 fő csoport, ami ott ül a város közepén, és megpróbálja kezelni a mindenféle szociális és közögi problémáit, azt mondta, hogy legalább 20 féle nyelvjárás van Afganisztán, Szíria és Líbia között, amit ő se ért. Maga a szír afgán tolmács. Dr. Nagy Boldizsár szerint a jogszabály lehetővé teszi, hogy az eddig átvonuló közel 200 ezer bevándorló közül mindenkit őrizetbe vegyenek a hatóságok, aki nem működik együtt. Aki nem veti alá magát, nem jó hiszemű, nem veti alá magát az eljárásnak, azt lehetne menedékjogi őrizetbe venni. Igenis, megvan a szabály. Menedékjogi őrizetbe lehet venni, a befogadási irányelvek is előírják, hogy mikor lehet valakit őrizetben tartani. Tartsuk be a saját szabályunkat, ennyi kellene. Aki rossz hiszemű, vegyük őrizetbe, és hogyha kiderül, hogy nem menekült, akkor utaztassuk haza. Szánjunk erre pénzt és embererőt. És koordináljunk. Azért mondtam a beszédem és a példát, hogy nem kell nekünk egyedül hazareptetni mindenkit Bangladesbe. Hát ugyanúgy a szlovákoknál, lengyeleknél, németeknél is van sok Bangladesi, aki nem menekült. Röptessük őket vissza. Ez lefuttatható lenne 3-4 hét alatt. Bálint Istvánné, Bicske alpolgármestere, aki sokáig volt az 1989-ben létrehozott bicskei menekülttábor egészségügyi és szociális ellátásért felelős vezetője, elmondta, hogy az a kis százalék, akik hajlandóak a menekültügyi eljárás lefolytatására, sem mindig működik együtt a hatóságokkal. Az alapellátás, a gyermekorvosi ellátás és a háziorvosi ellátás az a táboron belül egy nagyon jól felszerelt és fejlett rendelőintézetben működik, de minden más egyébért, fogászatér, fülorgégészetér, nőgyógyászat, sebészet, minden ilyenér ugyanarra a helyre járnak, ahova bicskeiek járnak, ugyanazokon a vizsgálatokon esnek át ugyanazokba a rendelőkbe, ahol mi bicskeiek. Úgyhogy ez volt még egy kicsit ilyen kardinális és neuralgikus pont az akkori életünkben. Ugyanígy problémát okoz a beiskolázás, vagy az óvodába való beiratás. Tehát megtörténik az, hogy 30 gyerek iskolaköteles, a törvény előírja, hogy be kell iskolázni. Ez 28.500 forintot jelent gyerekenként, amit megvásárolt. Tehát nálunk az a szisztéma működött, hogy a menekültügyben dolgozó kolléga, az oktatásért felelős kolléga megvásárolta a beiskolázáshoz szükséges tanszereket, tornaruhától kezdve mindent. 28.500 forintot lehetett költeni egy gyerekre, megtörtént a beiratás, és ez a gyerek nem ment el iskolába. Tehát nagyon kevés az a sikerélmény, amikor fel lehet mutatni azt, hogy a gyermeknek az érdekeit a szülő szem előtt tartva, így ahogy polgármester úr is mondta, a mi értékeink szerint első a gyermekünk, védjük mindenek előtt és mindenek felett, ugyanúgy a nőket is. Itt egy kicsit más azért a helyzet. Tehát itt azért előfordul ez pontosan fordítva is. Tehát nem biztos, hogy a gyermek az első, tehát nem mindig a gyermek érdekeit tartják szem előtt. Simonné Berta Krisztina, a belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes államtitkára megerősítette, hogy ki kell kényszeríteni a tagállamokból, hogy ellássák kötelező határőrizeti feladataikat.
Mindenkiből ki kellene kényszeríteni azt, hogy ami Európai Uniós és Schengeni tagságból ráháruló feladat, azt végezze el. Egészen pontosan, hogyha a külső határokon megtörténne az a szűrés, az a regisztrálás, aminek jogszabály szerint meg kell történni a külső határokon, akkor nem jön be ilyen kezelhetetlen migránsok. Pető György, a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatósági igazgatója a keleti pályaudvarnál kialakult helyzetről elmondta, hogy az idegenrendészeti eljárás alapján táborokban kellett volna lenni ezeknek az embereknek, ahol megfelelő ellátásban részesültek volna, és ezek a problémák újra felmerülhetnek. Lehet, hogy most például Budapest vagy néhány más magyarországi város vagy település túlesett egy sokkon, de azt gondolom, hogy abban a szentséges pillanatban, amikor a sógorok valamilyen oknál fogva azt mondják, hogy nyet a saját nyelvükön, pláne a németek is valami belső viszony miatt azt gondolják, hogy másképpen kellene, akkor biztos lehetek abban, hogy, vagy biztos vagyok abban, hogy kényszerűen újra kell gondolnunk azt, hogy az állam addigra már rutinosabb és talán feszesebbre húzott jogszabályi környezete mellett a települési önkormányzatoknak, így benne a fővárosi önkormányzatnak is hogyan kell helytállni majd ebben a helyzetben. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a budapesti Corvinus Egyetem tanára nagyobb összefüggéseibe helyezte a menekültválságot, ami viszont nem festett túl rózsás képet a jövőről. A mai világban három globális erőközpont van. Az USA, zárójel, fő célja a csendes óceán, mondom magyarul, Kína gyöngítése. Ezt a célt szolgálta tavaly február 20-21-ig az orosz-ukrán konfliktusig, az amerikai handitengerészet zöme itt volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy az USA továbbra is a világ vezető hatalma. Úgy néz ki, hogy bruttó GDP-be Kína 8-9 év múlva lehagyja, egyfőre jutóba verhetetlen ebbe a mezőnybe. Jelezni szeretném, hogy lehet az USA-t szeretni vagy nem szeretni, ez más kérdés, de nélküle globális politika nincs. A három erőközpontból az egyetlen az USA, amelyiknek van szövetségi rendszere, a másik kettőnek nincs. Gyenge pontok. Egy. Idén először az USA-ba a fehér újszülöttek aránya 49%. Ez új helyzet. Elkezdődik a harc. A spanyolajkúak, az Ázsiából bejöttek, és az afroamerikaiak közt. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én egy vázlatot mondok 40 percben a világról, és önök utána kérdeznek, én bármire válaszolok. Hírszerzés. Az amerikaiak nélkül nem rendelkezünk megfelelő információkkal, mert globális hírszerzésre csak ők rendelkeznek, az összem, USA, Kanada, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland. Mi nem. Európa nem azért tiltakozik, mert elveink vannak, hanem azért tiltakozunk, mert nem vagyunk képesek ugyanilyen hírszerzésre. Következő hírszerzés. Az amerikai hírszerzés 90%-a gazdasági hírszerzés. 10 terrorizmussal kapcsolatos. Ennek egy részét ténylegesen megosztja velünk, mi enélkül nem tudunk mozdulni. Tehát lehet szeretni, nem szeretni az USA-t, de nélkül lépni nem tudunk. Szeretném elmondani. Második megjegyzésem Kína, rendkívül röviden. Kínának mik a stratégiai problémái? Egy, regionális vezetőhatalom legyek-e, vagy globális játékos? Válasz globális. Kettő, elfogadjam-e a határokat? A válasz India kivételével elfogadom a szárazföldi határaimat. A tengeri határokat egyáltalán nem fogadom el. Tessék megnézni a kínai-japán szembenállást. Három, egy szót nem szólok, de Szibéria jelentős részét Kínától vették el, egy Putyin utáni gyengébb Oroszországtól ezeket a területeket majd valamikor visszakérem, zárójel. Kínaiak természetesen önként bemennek Szibériába, és ma már a zöldséggyümölcs közel 50%-át ők állítják elő. Kína rendelkezik a világ valuta tartalékának egyharmadával. Kína fölvetette a kérdést, és ezt szeretném elmondani, mire van szüksége, békére vagy háborúra. A kínai válasz az, hogy még néhány évig békére. Ezeket jól értsék meg, mert az eljövendő 10-15 évet így lehet megérteni. Nem megyek bele az egész térség problematikájába. A harmadik globális játékos Oroszország mindent meghatároz a kőolaj földgázára. Mivel ez lement, az életszínvonalán emelkedik, ahogy gondolták, mivel ez lement, katonai programokat átsorolták, és minden fordult tavaly február 20-21-el az orosz-ukrán konfliktus kezdetével. Egy megjegyzésem, hogy legyen, ami nagyon negatív.
Azt várja Európa, sehol nem jelenik meg a sajtóba, hogy ez év őszétől drasztikus számba ukrán migránsok fognak bejönni az Európai Unióba. Gazdasági migránsok, nem politikailag, mert nem tudják az ukrán árakat megfizetni. Ebből óriási botrány lesz, fölhívnám a figyelmüket. Ez a migráns áradat elsősorban a határmenti államokat fogja érinteni, elsősorban természetesen a lengyeleket, szlovákokat, magyarokat, románokat. Tehát fölhívnám a figyelmet, erre Magyarország elkezdte a fölkészülést, nem verjük nagy dobra. Amit eddig elmondtam, abból egy dolog következik. A három globális játékosban nagyon régóta nincs benne Európa. Migránsok, és utána csak migránsok. Négy fő célterület van. Egyes Ausztrália. Mi az ausztrál álláspont? Hozzám ember nem jött be. Haditengerészettel védem Ausztráliát. Bejelentették, hogy hány migránst hajlandók fölvenni. Azt mondták Európának, hogy mi nem csináljuk ugyanezt, zárójel, a migránsokat szállító hajókat megvesztegették, hogy a migránsokat tegyék le Indonéziába. Rendkívül gyakorlatias, abszolút elvtelen álláspont, de messze vannak, megtehetik. A második célország az USA, pici szépséghibája, hogy két óceán van körülötte, északon Kanada, délen Mexikó, 2000 km fal és tűzparancs. Tehát amit itt a migráns mond, hogy neki milyen emberi jogai vannak, ezt a mexikói határon nem tudná elmondani, mert még rég agyon lőtték volna. A harmadik célterület a szupergazdag arab országok, akik egy darab migráns sem hajlandók fölvenni, zárójel, pénzt adnak. Szaúd-Arábia tegnap bejelentette, hogy nála 120 ezer szír van, erről eddig ember nem hallott, de én mindig el szoktam mondani, hogy van egy érvényes szaúdi meghívásom. Ha elmondom a véleményem, kitiltanak, tehát nem mondom el, de a szaúdi politika sem az elvszerűségéről híres, azért ezt szeretném elmondani. Ebben a térségben van néhány új fejlemény, és utána Európa. Az egyik a megváltozott török politika. Mi a török politika három célja? Egy, bármi áron szétverni a kurdokat. Nagyon szépen kérem, hogy értsék meg, nem a PKK-t, a kurdokat. Erdogan kiírta a rendkívüli választásokat, mert abszolút többsége volt, de kétharmadot remélt, elvesztette. Mit csinál? Elkezdte a háborút a kurdok ellen, úgy felszítja a török nacionalizmust, hogy van esélye, hogy most megnyeri a választást. Meglátjuk, rendkívül érdekes. A második fő ellenségét úgy hívják, hogy Assad, és ettől kezdve már a migrációnál tartunk, mert abból indul ki, hogy bármi áron Assadot el kell zavarni, és Szíriába egy török barát, szunita rendszert kell hatalomra ültetni. Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, hogy mikor a szövetség 2014-ben megrendezte az első migrációs témájú konferenciáját, még senki sem gondolta, hogy a helyzet mára az európai közvéleményt leginkább foglalkoztató problémává növi ki magát.